Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Verítő csatornámban, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek a Szerető vagyok kihívás következő részét, és ahogy az előző részben mondtam, a mai részben felnövesztjük a kis Bryant végre. Nem gondoltam olyan túl nagy születésnapi bulit csinálni neki, arra gondoltam, hogy ugyanolyan lesz, mint amilyen ugye Emilyé is volt annó. Hogy igazából csak azokat hívom meg, akik igazán számítanak, csinálok egy szép tortát, és valamelyik számítógép elromlott. Ez a számítógép elromlott, úgyhogy apá, kicseréltem véletlenül, semmi baj, az is jó. Úgyhogy most szabadnapot vett ki Emmanuel, csak azért, mert ugye jönnek át vendégek, aztán együtt megünnepeljük Brian születésnapját. Briannek már felcsaltam a szükségleteit, hogy véletlenül se legyen semmi gondja. Igen, és Emily pedig most neki fog állni egy kicsit takarítani. Szeretném, hogyha takarítana, körülbelül mindent eltakarítana, amit csak tud, és utána szeretném, hogyha neki állna, hoppá. Hogyha nekiáll, ilyen is süthetünk végül is, premix brownies, sugar cookies, breadsticks, melyiket? Premixed brownies-t, vagy mit? Igazán, azt süthetünk, addig pedig lefoglaljuk Bryant valahogyan, addig, amíg nem kezdődik a buli. Mit csináljunk? Change outfit először is. Szeretném, hogyha a mindennapi viseletét viselné, és mondjuk parenting, teach to say please and thank you. Nem tudjuk semmiért se megszídni, és semmiért se tudjuk megdicsérni, úgyhogy igazából ennyi, és itt valami bűzlik. És az a helyzet, hogy van egy tippem, hogy micsoda. Van egy jó tippem, hogy micsoda, viszont az, várjatok, itt valami bagos. És szerintem az egyik tányér, de tudtam. De tudtam. Jó, tehát ezt a tányért, ezt így el kéne valahova így puty, rendben. Arra gondoltam, hogy olyan körülbelül délután 2 körül lehetne ez a buli, mondjuk. Most ugye reggel 8 óra van, úgyhogy még van egy csomó időnk. Amúgy te miért játszottál vele, amit olvasni? Akart, hogy olvassunk? Olvassunk? Oké, olvassunk. Rendben. Oké, ezek a brownies-ok készen vannak, az szuper. Akkor most csináljunk egy tortát, de hogy milyen tortát csináljunk, azt nem tudom. Csináljunk mondjuk egy blue confetti kéket, az teljesen jó lesz. És arra rögtön rakhatunk is gyertyákat. Run around. Rendben. Te pedig nézted a tévéket, jó, a tévéket, a tévét. Nem tudom, merre fele futosgálsz, de futosgálj. Yeah, futi. És most visszafut, rendben. Ó, legfelsőbb szintre emelte, hogy mondhatok ilyet? A legfelsőbb szintre fejlesztette a movement jártasságát, ahogy a potti is a legfelső szinten van. A kommunikáció még nem, de esetleg azt is felfejleszthetjük, hogyha úgy nagyon akarnánk egyébként. Nehogy valaki belejön a tortába, rögtön elrakja, jól teszi. Viszont én úgy szeretném eltenni, hogy van rajta gyertya. És ezt addig kinn is akarom hagyni. Nem tudom, ez mennyi idő? 23 óráig még jó. Úgyhogy addig ezt itt hagyom. Nem nálad. És nálad is hagyhatom. Tök mindegy. Ezt pedig eltakaríthatnánk. És megkérem Emilyt, hogy zuhanyozzon le. Kicsit szedje rendbe magát. És kicsit akkor foglalkozunk ezzel a macskával, meg a kommunikációval. Hát ha egyébként fel tudjuk fejleszteni. Nem tudom, mindent. Minden jártasságát ennyi idő alatt, de nem hiszem egyébként, mert a thinkinget például tutira nem. Az imagination-t az talán, és hogyha olvasunk neki egy kicsit, szerintem akkor, ja. Ja, úgyhogy üljünk szépen le ide. És maradjál ott. Vagy tudod mit? Neked hogy áll a... Ja, complete, oké, azzal nem tudsz mit csinálni. Nézzünk együtt tévét. Watch movie with, tök mindegy melyiket. Opa, hát ez nagyon szépen félre kattintottam.
nem így akartam, most movie-t. Emmanuel, rendben. Kicsikét. Vajon sikerül felfejlesztenünk még néhány? Oké. Vajon az imagination-t, azt ezzel kell, azt sikerül-e felfejlesztenünk? Szerintem az sikerülne egyébként. Ez elég gyorsan megy föl, 83. Fel tudjuk fejleszteni, gyerekek. Csak a thinkinget nem tudjuk, mert az még nagyon sok idő, amíg az fejlődne. Úgyhogy ezt hagyjuk is a francba, szerintem. Az igen, oké. Tehát felfejlesztettünk. Három skillt kimaxoltunk, úgyhogy szerintem akkor kezdődhet a buli. Mi is legyen a buli? Hát, hogy tudjuk, hogy mi legyen a buli, nyilvánvalóan. Hogy kell, mindig elfelejtem. Plan a social event. Rendben. És szeretném, hogyha ez egy birthday party lenne. Toddler playdate. Ilyen is van. Nem is tudtam. Majd egyszer csinálhatunk. Nem most, de majd egyszer. Szóval ez olyan, hogy a szülők így... Tehát, hogy a szülők az így ott beszélgetnek, és akkor a toddlerek meg úgy játszadoznak egymással, vagy mi? Na mindegy. Gól... Legyen gól? Legyen. Oké. Okay. A birthday theme, az Brian lesz. És akit meghívunk, az Angela, Raquel, Dixie. Tudjátok, ki a Dixie? Dixie az Leslie-nek a másik kislánya. Csak hogy úgy képbe legyetek. Austin, pedig Leslie-nek, tehát Leslie-nek három gyereke van, gyerekek. Három. Austin, Raquel és Dixie. Úgyhogy nagyon keményen tolják. Ki tudunk még meghívni, még őt is meghívhatjuk. Darling, nem. Oké, ennyi elég lesz. És igazából senki más nem kell. És nálunk lesz megtartva a Blossom rezidenciában. Rendben. Eat food. Oké, csinálunk. Hol van a torta? Ja, azt oda beraktam az eszköztárba. Nem csináltam ennivalót. Pasta primavera. Party size. Azt gyorsan csinálunk. Addig mi ide lejövünk. És addig pedig Emmanuel fogja szórakoztatni a vendégeket, hogyha esetleg megérkeznek ide. Socialize with the birthday scene for 4 hours. Oké. Okay. Táncolni kéne már megint. De már megint nincsen rádiónk. Úgyhogy azt nem fogjuk valószínűleg megcsinálni, de azért biztos, ami biztos, veszünk egy magnót, hátha, nem tudom, ugyanazt megvesszük. Socializálnunk kell 3 órán keresztül, rendben. Akkor mit csináljunk? Give a talking to. Get to know. Brighton Day. Nem tudom. Brighton Day. Ó, itt van a másik picike. Play. Itt van, nézzétek, de kis cuki. A másik ruciába akarom, hogy jöjjön, amit kiválasztottam neki. Ez. Ebbe. Ez cuki. Rendben. Oké, akár bekapcsolhatjuk a zenét is. Hip-hopra mondjuk. Oké, ez megvan. És akkor most igazából hagyjuk abba, és meg szeretnék ismerkedni Dixivel, aki most nem tudom hova tűnt. Oh, ott van. Csak eszik. Talk to stranger. Eat food. Megettük a kaját? Vagy, ja. Invitáljunk. Call to meal. Mindenki egyen. Neked nem muszáj enned. Say nonsense, azt mondja. Say nonsense. De édesek. Nem is tudom. Technoknok csók. És mi lenne, hogyha táncíznánk, mondjuk... change dance. Teach to dance. Brian. Tudjuk Brian-t tanítani, táncolni? Komolyan? És ez hogyan? Nem tudom, rá tudjuk venni, hogy invite. Jaj, de édesek! Istenem! Istenem! Mi ez? Mi ez?
Oké. Elég lesz. Ez borzalmas, ez nagyon szörnyű. Úristen. Ez nagyon cuki volt. Na jó, ezt kapcsoljuk ki. Ez nekem nem kell. Ez nagyon cuki volt, majd bebőgtem magamat. Úristen. Na, akkor. Help blow out candles, Brian. Az egyetlen pici fiam. Most nő fel az egyetlen pici fiam. Ugye az egyetlen a három terhességből. A három terhességből az egyetlen. Yay! Ah, nagyon kíváncsi vagyok. Ups. Oké, és ő kleptomániás lett. Na várjunk csak, mi van itt? Megnézem gyorsan a második generációra vonatkozó szabályokat. Romantikus és non-committal-nak kéne lennie. Nem tetszik nekem ez a kleptomániás dolog. Love outdoors. Tökéletes. És legyen social. Mert hogy, hát majd amikor tini lesz, majd akkor elmondom a szabályokat, de a social az most nagyon jól fog jönni. És itt is van nekünk a kis cukorpofink, aki elég furán néz ki most, de egyébként nem lesz vele semmi probléma. Gyorsan elmegyünk WC-re, úgyni. És szerintem mindenkit meg kéne kérni, hogy vegyenek a kajából. Nagyon sok eltakarítani való lesz, azt hiszem. És úgyhogy már kezdem eltakarítani őket, mert ez nem lesz jó. Nagyon nem lesz jó. Így, né? Eat cake, gyerünk! Te is egyél a tortából. A tortából leszel? Nem a tortából. Ebből a tortából egyél. Take a piece. Gyerekek, a tortából egyetek! Hát ne a izéból. Ne a másik többi ezermillió kajából. Te is a sajátodból egyél. Hát mondjuk így is aranyfokozatos, de... Most ez komoly? Kirakta oda. Te is, take a piece. A tortából. Gyorsan, gyorsan. Oké. Okay. És nem tudom, hogy te éppen takarítasz. Ne takaríts, te is egyél a tortából. Oké, okay, megvan. Oké, okay, szuper. Akkor igazából ennyi. Ennyi volt. Ennyi volt ez a buli. Mindenki mehet haza. Igazából. Birthday party complete. Valamit nyertünk ezzel vajon? Az a nagy kérdésem. Happy birthday, someone left you a nice new dresser in your household inventory. Maybe it was a hint to start dressing your new age. Kaptunk valami új izét? Hogyha az jó lesz a gyereknek. Oké, okay, felhasználhatjuk. Hát, kicsit régi darab. Nem illik nagyon oda. Talán oda illik. Nem tudom, hogy be tud-e attól menni. Nem tudom. Nem tudom. Mi lenne, hogy ide raknánk ki? Úgyse szeretem ezt itt. És akkor oda még tudunk rakni, képeket is tudunk ide rakni. Például ezt itt. Na, szuper! Köszönjük szépen az ilyen öltöztető valamit. Ó, oh, ezt gyorsan kidobom. Gyorsan kidobom, mondom. És nem tudom, hogy is megismerkedtünk-e Raquel-lel, de megismerkedhetünk vele is. Ugye, hogy mindenkivel körülbelül. És akkor utána igazából elkezdhetünk rendet rakni, meg ilyesmi. És gyorsan meg is változtatom majd Brian megjelenését. Sőt, szerintem most megváltoztatom Brian megjelenését. Mindig előtte menteni szoktam, hogy hát biztos, ami biztos, ne vesszen el az, amit eddig csináltam. Úgyhogy akkor gyorsan. Megváltoztatom a megjelenését. Na hát azt kell mondanom, hogy ennél szebb fiam nagyon rég nem volt. Gyönyörű fiam van. Ó, ez a haj nagyon jól is áll neki. Oké, ez így marad. Nézzétek meg, milyen gyönyörű fiam van. Elképesztő. Oké, szóval így is néz ki a mi kis Brianünk. Ilyen kis aranyos rucit kapott. Úgy döntöttem, hogy csak egy ilyen teljesen sima dolgot fog kapni. Kicsit kövéríti, de nem baj.
megesik. Úgyhogy menjünk is vissza a játékba, mert azért van még időnk, hogy játszunk egy kicsit. Oké, szóval, amit gyorsan meg kéne oldanunk, az az, hogy valahogyan csinálunk kéne neki több helyet. Ami azt jelenti, hogy ezt egy kicsikét át kéne itt rendezni, ami itt van nekünk. Mert ez így nem lesz jó, ahogy most van. Hoppá, kicsit több hely kell neki. Csak egy icipicit több hely. A toddler cuccokat nyilvánvalóan eladhatjuk, mert ugye nem lesz már babánk, sajnos. Úgyhogy azokat el lehet adni. Ezeket pedig igazából így gondoltam, hogy így átrakosgatnánk ide-oda. Így. Ezt ide rakjuk, e fölé. És akkor valahol elvesztettem a WC papír tartót. De mindegy, az most nem lesz. Szóval, egy kicsikét átrendezem a szobáját, és utána visszajövök. Nem vittem túlzásba a szobáját szerintem. Valahogy megpróbálom nektek úgy megmutatni, hogy normális hallásátok, ne pedig csak ilyen felülnézetből. Hát ilyen lett. Semmi extra. Tényleg. Semmi extra. Ott hagytam a kiskori képét, mert borzalmasan cuki. És hát ezeket is itt hagytam. Van egy ilyen kis tanuló sarka, meg egy játszó sarka. Szóval nem túl extra. Az a lényeg. Rendben. Mit akarok csinálni? Ezt akarom csinálni. Oké. Akkor menjünk aludni, mert nagyon-nagyon álmos szegényem. Úgyhogy azt menjünk aludni. És igazából mindenki menjen aludni. Kivéve... Hát mindenki? Igen, mindenki. Emmanuel már alszik, viszont Emilynek most nagyon el kéne takarítania körülbelül mindent. Ezeket is mindent, ami maradék, az berakni a hűtőbe. Minden más, ami meg nem, az... Na, azért Raquel, azért Raquelt el kéne valahogyan küldeni, nem tudom. Hazaküldöm Raquelt, mert nem kéne itt lennie, hogyha nincs itt vele az anyukája, vagy hogyha nem hívtuk, úgyhogy... jaj! Turn off. Oké. Auto lights this room. És turn on this light. Ezt akarom. Tehát akarom, hogy néhány fény égjen, attól még, hogy ugye amúgy le vannak kapcsolva a lámpák. Nem értem, hogy te, drágám, ugye Emily miért nem a saját szobájába alszik, de mindegy, biztosan a kanapé is kényelmes volt, úgyhogy jövök majd, hogyha felébredett. Bocsánat, ha felébredtek. Oké. Szerintem az már megvan romolva, úgyhogy azt ne egyed meg, légy szíves, hanem takarítsd el, mondom, ne edd meg. Menjünk el inkább WC-re. És inkább csináljuk meg a házi feladatot, mert hamarosan megyünk, igen, egy óra múlva megyünk iskolába, és hát amúgy tök jó lett volna, hogyha megcsináltuk volna a házi feladatot, de nem csináltuk meg, úgyhogy mindegy. Jó, de tök jó lenne, hogyha segítenél neki, és akkor gyorsabban menne a dolog szerintem, viszont szerintem te se csináltad meg azt, amit meg kellett volna csinálnod. Úgyhogy mindketten meg vagyunk lőve, de azért megcsináljuk a házi feladatot, hát ha sikerül. Rendben. Rendben, jó van, jó lesz az. Nem rossz, csak dolgozunk keményen, az a lényeg. Emily pedig, mi van? Oké. Nézzük meg a kis kertünket. Régen nem foglalkoztunk már a kis kertünkkel. Sell all. És nem tudom, hogy kell, de nem kell velük semmit csinálni az égvilágon. Ide is ültettem kis növényeket, ide is és ide is. Illetve ide is ültettem kettőt. Ja, hajde cukik, amik már így ki is nőttek. Sell all. Igen, adjuk el őket. Jó. El is adtuk. Hát nem jött belőle be sok pénz, de nem annyira durva. És hát nem annyira durván kevés. Rendben. Ezt is kapcsoljuk fel, mert ez sincsen felkapcsolva, és ez zavar engem. Rendi. Oké. Menjünk el
vigyünk egy fürdőt, és itt még csak vannak tányérok, amiket el kéne takarítani, illetve Harvest Fest lesz hamarosan, aminek nem tudom, hogy mennyire örülök, de szerintem egyáltalán nem örülök, mert azt nem szeretem. Nem értem értelmét a Harvest Festnek, úgyhogy lehet, hogy megnézem aztán. Megnézem, hogy dekorálni nem kell, Holiday Gnomes nem kell, Thankful Spirit az rendben van. Mi az a fasting? Have my without a short. Ó, értem. Böjtölés, az nem kell. Fireworks, gone date, give flowers, gardening, blah blah, tell stories, trick or treat, kids come to you and asking for food, sounds like a great tradition, but wear costumes. Ne. Jó lesz ez. Ja, és amit még, amit akarok, negyen day off. Biztos, hogy ne legyen day off. Ez pedig egy teljesen hülyeség, nagyon nagy hülyeség. Jó. Rendben, végre megcsináltam úgy, ahogy én akarom. Szeretném ezeket eltakarítani. Hát, ezt nem hiszem el. Ezt takarítsd el, kérlek. Aztán ezt is takarítsd el. Nem tudom, tudja. Jó, akkor ezt is idehozom. És akkor talán el tudja takarítani. Szuper, akkor folytassuk az írást. Wow, hamarosan Emmanuel születésnapja van. Emmanuel egyébként idősebb, mint Emily. Két nap múlva. Nem idősebb. Mindkettők születésnapja 2 nap múlva lesz. Hát ez nem túl jó. Ez problémás. Elég szomorú. Ja, és Emilynek meg mennie kell éne dolgozni, amit így teljes mértékben valahogy elfelejtettem teljesen, nem tudom, hogy miért. Tök hülye vagyok, vagy nem tudom. Should Brian invite? Oké, áthívhatjuk Raquelt. Haza is jött Brian az iskolából, és nem tudom, miből van meg a második szintünk, kreativitásból, socialból és motorból. Szerintem social, make a friend. Ó, megpróbáljuk teljesíteni az élet célját, de csak azért, mert csak egyedül van, és nem kell másik gyerekekkel foglalkoznunk, úgyhogy így sokkal egyszerűbb velük foglalkozni az a helyzet. Yeah. Oké, hazaért édes jóapánk. Menjünk el WC-re, menjünk el fürdeni, és játszunk egy kis játékot. Ti pedig addig jól el vagytok. Mi a célunk? Tehát make a friend, oké, és meet 5 new Sims. Rendben van. Csak így arrébb kell mennünk egy kicsit, és itt lesz valahol egy új Sim. Úgy gondolom. De jobb lenne, hogyha az iskolában lenne. Mindegy, hány ingere van szegényemnek? Raquel nagyon jó barátja lesz szerintem. Ja, viszont nincsen túl jó állapotban. Ask for advice. Take a bubble bath. Talán az segít. Clean out spoiled food. Nem, azt majd akkor Emily megteszi. Mert Emily. Now if you want to go over the house and hang out. Most nincs kedvem, bocsi. Nem, most nincs. Egyre több tennivaló van az a helyzet. Úgyhogy nem jó. Csináljunk valami kaját, vagy ne? Ne, inkább együnk valami maradékot. Hát és az a helyzet, hogy az lenne a legjobb, hogyha búznánk Emilyvel, mert az könnyebben felviszi a szórakozást. És Briannek is ennie kéne valamit, úgyhogy ő is egyen, és utána pedig a házi feladatot kéne megcsinálnunk, úgyhogy csináljuk meg a házi feladatot is. Gyerünk. Gyerünk, gyerünk, mindenki menjen. Mindenkinek jobb lesz, higgyétek el. Nektek is, meg a kedveteknek is, meg mindenkinek. Jó. Aztán mit kéne csinálnunk? Először is felkertjük Emmanuelt, és szerintem tök jó lenne, hogyha egy kicsikét dolgoznánk az életcélunkon. Azt hiszem mindkettőjüknek majdnem ugyanaz a célja jelenleg.
Emmanuel. Kelj már föl? Hát mondtam, hogy keljél föl. Jó. Express admiration. Kicsit romantikázunk, meg nem, nem olyan sokszor romantikázunk. Már annyira. Blow a kiss. Kiss hands. Flirt. Hug lovingly. Vagy nem tudom. Liliana. Menj innen. Te mit csinálsz? Ja, házit csinálsz, rendben. Jó. Ez eddig 8 volt, majd még jobb, lesz jobb is, nyugi. Oké, könyveket kell írnunk, még mindig ez a feladatunk, úgyhogy könyveket fogunk írni. Neked pedig is szintén még mindig ugyanaz. Téged előléptettek! A 9. szinten van! Corporate Raider, oké. Wow! Oké. A logikát kéne akkor fejlesztenünk, és a karizmát. De először eszünk valamit. Get leftovers, aztán alszunk, és majd utána fejlesztjük a logikát. Igen, úgy lesz a jó. Brian pedig... Hát most megcsinálja a házi feladatot. Remélhetőleg azt csinálja. És aztán elmegy WC-re, és kicsikét tanulhatná a karizmát, mert miért ne? Nincs, nem annyira fáradt még. Te mit csinálsz? Te átcsinálsz? Nem tudom mit. Írnod kéne. Resum writing. Rendben. Írjál. Te alszol. Még elég késő van, úgyhogy hagyjuk inkább azt a karizmát, és menjünk aludni. És igazából mindenki alszik, úgyhogy azt mondom, hogy a mai részt itt most befejezem, és akkor a következő részben folytatjuk mindenkinek a fejlesztését, meg minden ilyen olyan tök szupi jó dolgot, ezt egy kicsit odébb rakjuk, jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai részben is, legyen nagyon-nagyon szép napotok, sziasztok!